Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Gazdagrét, da az vidék, Ez itt a Lantos utca 8, az MD Media szomszédok podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallax és a retroverzumban. Ez a Lantos utca 8 című műsorunk 12. adása, a mikrofonnál Gizúr Köszöntöm is két beszélgetőtársamat, itt van velünk Melon Attila, szia Attila! Sziasztok! És itt van velünk Gellérfi Bence is, szia Bence! Csokolom! <laughs> hát minden nap jut, minden, minden adásra jut valami érdekes. Na hát milyen érdekességek jutottak erre a részre, ugye a 12. epizódjára? a Szomszédok című tele kedves urak. Itt már több minden történt, mint az előbb. <laughs> Akkor meg is adom a lehetőséget a Bencének. Adjuk meg a Bencének a lehetőséget. Nagyon korán reggel kezdünk, ugyanis az előző fejezetben megismert Fehér Trabant felveri a félházat, Mágen fél, hangos pöfékeltetésével, erre ébredt Taki is, de ő, az képest nagyon videlman kiindulod az utcára, szóval mindenkinek ilyen szomszédot kívánunk, hogy ahelyett, hogy ő is leúrogná, mint mindenki mindenkit, ő, 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 ő végig megy segíteni neki. Hát alma unszolására. Hát igen, hogy azért legalább a kisunokája visszahallhasson. De azért egyből előrántott egy szerszámos ládát. Ez a vezzek, és ő meg jódat teszi magát, ő, ő, ő érkezik az instant lecseszéssel. Bőn, bőn folytatja a leoltását, hogy te megint tróger vagy. <laughs> Így van. Végre Bőn egy kicsit tényleg felébredte, hogy az előző részben beszéltük, és itt is egy nagyon jó kis oltást akaszt le. Mágen is megvédi magát, mert ugye amikor ugye a sümeg is szóval teszi, hogy erre minden nap kellni, akkor ugye közli Mágen, hogy hát az ő se sokkal altatóbb és jobb. Amiről azonban kiderül, hogy este fél tízig nyomatja ezt az öblös kellezését. Jó, szerint, igen, szerint, szerintem azért már este 8 este 8 ezt amikor a melóból, akkor azért a fejedet vered a falba. Olyanok vagytok, nem értékelitek a művészetet. A művészetet igen, csak amikor kész van esettek. Tehát az ongoráná is, amikor gyakorolnak, az, az, nem mindig jó, amikor már megy a kész termék, az, az már nagyon szép. De nem tudom, most így beszéltünk erről sok félre, nem tudom, észrevettétek, hogy a Magenheimnél családot hívhatnánk fehér családnak is. Ugye őt úgy hívják, hogy nagy fehér. Fehér az a telefon, Fehér a Trabant is. Hát mindenki fehér. Juli fehér köpenyben dolgozik. Mi lesz a következő? Falfehér lesz majd Juliám amikor mert hogy szegénynek nincs pénze, úgyhogy most itt meg is ragadnánk a lehetőséget, hogy így patreon.com per Palaxis oldalon támogattok minket, akkor mi több podcastot, szebb podcastot tudunk nektek gyártani, és hát Julinak is esetleg némi pénzt tudunk küldeni, hogy hát ne száradjon ki szegény a szomjúságtól. Úgyhogy köszönjük, a támogattok minket. Nem is a premierölti tartalmakért, meg az exkluzív tartalmakért, hanem Júli alkohol szokásának, alkohol fétisének fenntartása érdekében. Sajnos Iza uráról már lekéstünk, kellett valami mást keresni. <laughs> Úgyhogy menjünk is a bódba. Hova? Hova? Ne haragudj! Jelen Glenkiékkel. A közértbe. Nem Közért hát megyünk a bódba. <gül> <gül> Jó. Milyen bód? <laughs> a kis közértbe, Ugye Lenke néni és az a, a, éppen aktuális barátnéja vásárolnának valami szépet, de hát ő, ismét új szereplőkkel, állandó szereplőkkel találkozunk. Ugyanis a húspoltos nő Marika, akit némedi Mari alakít, bénázik, és hát rosszul van. Úgyhogy Lenke tud a Rescue, azonnal beugrik, és rögtön ö, bekíséri hátra, és hát összetalálkozik a régi ismerőssel, Madaras Bandival, akit Dobránszki Zoltán alakít. Imádom Dobránszki Zoltánt itt is, mert ezt mindig el kell mondanom, most is elmondom, aki ugye a bolt igazgatója. Igen, aztán később egy madarasi bandi lesz, de hát ő végig is... És hát Lenke él a lehetőséggel azonnal, hogy egy kicsit patrolkodjon, és rögtön beáll a húspult mögé segíteni. Ahhoz képest, hogy egész más programjuk lett volna, gondolom, a barátnőjével, Zsókával, a párizsi szeletelése felülírta eddigi terveiket. De nem volt nála az egészségügyi kiskönyv, tehát úgy állt be, hogy a húspultba dolgozni, hogy nem volt nála, de bemondás alapján azért, azért Lenkének elhisszük, hogy minden rendben van. Tehát de ez az lejár, nem? Tehát, hogy azt meg, kellett, meg kellene újítani alkalmanként, ő meg egy ideje nem dolgozott. Tehát, hogy érvényes volt, mert az, azt mondta, hogy az egészségű kemény rendben van. De érvényes is volt. Hát ugye, ő annyira régen azért nincsen nyugdíjba, ugye, mikor ők a kiskertből elköltöztek, akkor ő még friss nyugdíjas volt relatív. Tehát elképzelhető, hogy, hogy ez nála egy abszolút Lehet. élő történet. Csak belakartam bele akartam kötni egy kicsit, tehát nincs ez a semmi gond. Ja. Ja, nem vettem észre, hogy el, bocsánat. <gül> <gül> pedig, pedig, itt lánkeni, nagyon cuki egyébként. Tehát, hogy ez a, a, szerencsétlen kis csaj vágja a húst, meg hogy akkor mit csináljál, és akkor ő meg csak így mondja neki, én ettől a gyérgőset kapok. Mert meg csinál. Fúl ilyen instruktor szerepbe oda ja. beugrott, mert ugye elhangzik ez lényegében a hogy itt mindenki új, tehát hogy lényegében most frissen végzett. Vagy kezdő, ő. vagy terhes. <gül> <gül> És uh, lényegében ő egy ilyen nyugdíjas instruktorként beugrik, szerintem ez alapvetően nincsen semmi gond, és akkor itt az látszik, hogy ki jön belőle az igazi izé, kereskedővéna. Lenke a kis a közértek mentora. És, és ez ezt totál full jól nyomja. Úgyhogy uh, igazából itt ugye mindig uh, felvetődött az a kérdés, hogy mert, hogy a Lenke mindig sopánkodik a boltba, meg ez, meg az, de egyébként kereskedőnek piszok jó. Egy született kereskedő. Tehát ezt itt láthatjuk az első jelenetben, amikor beállapult meg. Ő megmondta, hogy ha azt mondja a vendég, vagy a, vendég, a vásárló, hogy nem kéri a hurka végét, vagy a párizsi végét, akkor nem kéri. Akkor, akkor nem kéri, és hát ugye itt azért 20 dekát kértek, és hát a kiscsajta 19-et, úgyhogy. Nem, bocsánat, 10 dekát kértek, Lenkeren rábeszélte a húszra. Hát igen, azért. Igen, és hogy árultak volna motorcsónakot, akkor motorcsónakot is rádumál. Akkor, akkor kössük át az előző részre, hogy Lenke, vajon mennyiért adta volna el a kis hibás Trabantot? Ilyen vérbeli szélszes. Szóval Ugye? Azért azért komoly, komoly PR tevékenység is volt. Van még hozzá négy új gumim. Na, vigyél azt is hozzá. Kell majd. Maradhat. 80. Bandi nem győzte kérnelni, hogy maradjon továbbra is. Hát, teljesen igaza van egyébként, mondom e ezt az egyet, itt az első boltos jelenetében láthatjuk a lenkerények, hogy ő a vérbeli kereskedő. Közbevágás, ugye itt Bence pont a a az adásszünetben fejtegette, hogy ez a kéthetes etapokban van ugye ez a szomszédok, és hát ugye két hét múlva örökké, nem két hét múlva, de két hét múlva örökké, ugye elvileg hol lesz Feri, akit három hétre hívtak be, hát ő a katonaságban lesz, ahol már is tankot vezethet, és feltűnik Bence, akit Vizi György alakít. Itt, itt megismerkednek Bencével, akivel majd később lesz neki halandja, nem csak ebben a részben, hanem majd a szomszédok következő részeiben is szintén. Most két Bence került egy csertámpóba. És hát itt jön vissza rögtön, a, a, hogy bizonyít a madaras bandi már rögtön be is akarja szervezni Lenkét nagyon. Ugye ők együtt nyomták a annó egy másik boltban, innen a... Együtt nyomták! <laughs> együtt kezdtek! Együtt űzték az ipart, és <laughs> hát egyre jobb. a sors kezének tartja, hogy itt az újabb közérben is összefutottak, szóval mindenképp együtt kellene folytatni. Együtt szortírozták a kolbászt. Ez egy külön románccel is lehetne, de <laughs> Irány az iskola, ahol Béla bácsi folytatja, ugye a múltkori kiakadás az kutyafüle volt hanem hogy nézett ez ki most, mert most aztán nagyon bedurvult az öreg. Most már végképp feldúlt, elege van, még a kávét se fogadja el, mert azzal nem lehet megvesztegetni. Van egy alapvető problémája, ugye, ami helytálló lehet, hogy a hatodikos gyerekek nem tudnak olvasni. Csak az a kiakadás, amit ezen Béla bácsi rendez, az mondjuk egy elég érdekes, illetve az, hogy pontosan hogyan. Tehát látszik, hogy teljesen kivetkőzik magából. Tehát amikor az a tipikusan az a semmi nem jó, jutka, gyisd ki az ablakot, ez a csukd be, mert fázom, ez, tehát hogy semmi nem jó neki. Az, ami parádés volt. Innentől kezdve a jutka már abba sem tudott beleszólni, hogy egyébként ő, mint napközis tanárnő, mit lát, mert egyből le lett toltva. Hát mert ő ének tanár És itt igen, és von, pontosan erre akarok kiukadni, hogy ez egy olyan durva és csúnya beoltásra kérnek itt a Béla bácsitól, hogy majd az ének meg a rajztanár, az kerekecske gombocskával majd megtanítja őket olvasni. Fú, azért szóval... Tegyük az, ho tegyük igen, tegyük hozzá, hogy amúgy ez a viselkedés tényleg nagyon gusztustalan volt, viszont azért ahogy Bot Béla alakította ezt, nekem, tehát amúgy nagyon, tehát szabály szerint tényleg vérbe forgott a szerep, annyira beleélte magát ebbe a szerepbe, nekem ez ilyen szempontból fantasztikus volt, hogy ennyire tényleg felcseszte magát szinte, hogy, hogy tényleg már mondtam volna, hogy öreg, most már valaki csapja meg, és túl azon, hogy ugye Jutkát is folyamatosan sértegette, azért az igazgatónak, ugye Hávelnek megmondta, hogy utasításba kellene adnia, hogy mindenki egységesen tanítson. És hát Hável szerint nem. És ez egyébként nekem nagyon érdekes, mert pont a mai oktatási rendszerben ez pont érdekesen hangzik, hogy egy akkori iskolaigazgató, igazgató, tehát ő visszautasította és vissza utasíthatta azt, hogy ő központilag megmondja, hogy mit, hogy tanítsanak a puha szocializmusban. Hát persze, nem volt egészen igaz. Hát jó, de ma meg viszont ez gyakorlatilag elvárás, hogy megmondják. Nekem ez így, akinek ugye van köze az iskolához, én egyszer már végezzem el, tudom. Tehát ő van köze az iskolához, és nekem ez tényleg egy kicsit ilyen érdekes volt, hogy a puha szociban ez így elhangzott, ma meg a... Erre lesz bevágás? Humanizmus riadó. És akkor ezután érkezik az a bizonyos filler jelenet, amit, amit valószínűleg egyikünk sem ért. Teljesen indokolatlan jelenet. Én, én ettől varázsoltam, el, varázsolódtam el ebben a fejezetben, hogy egy rádió interjút látunk hirtelen a semmiből, ez gyakorlatilag, mint hogyha átkapcsoltunk volna az ablak egyik adására, ahol a a bruttósításról? Igen. Magyaráztak az urak. Ugye az, ugye az előző részben ugye Sümeginél volt utalás a bruttósítás, és most gyakorlatban is. Ezért mondtuk a hiradó jelleget. Az volt a foreshadowing, és most már, most már még jobban kifejtjük. <laughs> Így két hét után. Nem is volt olyan hosszú, de, de, de mégis erősen elnyújtottnak éreztem. Hogy... Nem tudok elmenni amellett, hogy gyakorlatilag bemondják, hogy itt vagyunk a f***n budai autójavítónál. A budai autójavító egyébként máig létező hely, úgyhogy... <laughs> Ott volt az igazgató és a műszaki vezető. Miután ez megvolt ez a rész, amit nem értettünk, azért megjött a lényeg, ugye, hogy Taki kint várakozott, mert hozta ugye a rádiós kollégát a helyszíre és hát összetalálkozik Veres Józseffel, akit Kautsky József alakít, és vele sokat fogunk találkozni. Énként Veres József 1927-ben született, és 2019-ben hunyt el, tehát 92 évesen azért az elég korrekt, úgyhogy nem régiben halt meg. Tehát Veres József, aki egy ilyen autószerelő vállalkozó simlis csávó, mert lesznek kalandjai. Viszont itt ennek az egésznek az a lényeg, hogy megtudjuk, hogy gyakorlatilag a takás család a munkásosztály gyöngye. Mert mindenki őket akarja. Madaras Bandi Lenkét akarja, Rezsőik be a rádióhoz takit akarták, most már Veres József is takit akarja. Mindenki őket akarja. itt egyébként most visszaköthetünk a harmadik részhez is akár. Ugye ott beszélték először, hogy de ők igazából marhára unatkoznak otthon? Ez nem véletlen volt, hogy azért az ő, hely, ő, elhelyezésüket azt valamilyen módon meg kell itt oldani a jövőben, mert hogy ők nem akartak otthon lenni. Aztán ugye megyünk a katonasághoz, de mi vagy Bence is lesz benne, ezért ez Bence. Én, az enyém, aki valószínűleg az egyetlen vagyok, aki nem volt katona. <laughs> nem kell soha vagy, vagy tévedek, szóval megúsztátok annak idén, nem tudom. Én hála Istennek. Sorozásom voltam, aztán mire végeztem az egyetemen, addigra már nem volt csorkatonoság. Tehát, hogy elvileg be voltam sorozva, ugye el nem vittek, amíg nappali tagozatos hallgató voltam, mire végeztem. Addigra már nem volt, pedig én egyébként szerettem volna katona lenni, arra a fél évre már úgy gondoltam, hogy arra már simán azért el lehet menni, és hogyha gázon a legalább mondjuk tudod, hogy hogy kell betárazni egy puskát. Mindegy, ezt a mellékzenkét, ezt... Egy, egyetlen egy megszólalásom lenne ezzel kapcsolatban, és ez Bencének továbbadom. Tehát, hogy ez a nettó szégyen érzet volt látni egyáltalán. Tehát ez a szekundár szégyen volt végignézni ezeket a képsorokat, meg katonák mondjuk úgy, hogy a betanult szövegeket elmondták, mert még annak se nevezni. Mert mi nem jártuk végig ugyanezt, és mi nem tekintünk ugyanolyan nosztalgiával, mint azok, az, akik ez. Ó, hát egy olyan előrevetített bőrben rűséget láttunk, az is odébb volt a tévében, de ez, ez a pár jelenet még. Tank garázsban voltunk gyakorlatilag, ahol el akartak volna indulni a tankkal, már be is indult a Verda, amikor Vágási, Meggyver Ferenc észreveszi, hogy hát nem tudom, nekem egy akkumulátor töltőnek tűnt az a, valami. Ezzel voltam én is bajban, hogy, hogy mi is maradt ott a tank előtt, mert mégis azt láttuk, hogy lengett Engettük a piros és sárga az ászlókat, hogy indulhat a tank, de fel az utolsó pillanatban még visszaugrott azért az akkumulátorszerűségért, azt még gyorsan kivenni az induló tank elől. De hát Bence időben kajabál, hogy állj, mert hát majdnem átmentek a ránctalpas, és ugye jó nagyot ugrik is a verda amúgy, úgyhogy ez egy nagyon komolyan megkomponál, de amúgy rendkívül kínos jelenet volt. Bár én szerintem Ferkó van olyan kemény csávó, hogy a tankot eltöri. Tehát ő, ami csak Norrisunk szerintem. Tehát ketté harapja a tankot a nézésével, én azt gondolom. Kitartja a tenyerét, és megállítja. Ismét egy újabb szereplővel gazdag gondolom, megjelenik Clarissa, vagy ez Clarissa Clarissima Mia, Ince Ildikó alakítja őt, aki ugye ez egy gazdag, jómódú Juli ügyfél, aki követte is Julit az új helyre is, és hát ennek Juli rendkívül örül, viszont ugye Julinak nem tetszik, hogy neki van egy második műszak is. Innen egyébként tudhatjuk, hogy Juli nagyon jó a szakmájába, ugye? Mennek utána, Oltatod itt Ádám, látod, de nagyon jó a szakmája. Igen, meg Clarissa egy nagyon jó módú hölgy, akinek ugye Albert a férje, és hát ők elég gazdagok, és hát a Júliának nem tetszik, hogy neki van az a bizonyos második műszak, az az lakásfőzés gyerek, azért ez itt tök jól hangzik, na mindegy. Fú, és ráadásul az a legdurvább ez a Juli szájából, aki ugye látjuk, hogy lényegében nem csinál semmit otthon. Nem, és itt is csak, és várjál, bocsánat, a... most érezek az ügyetes Ádám, és itt is csak krémeket kereget emberek fejre Elhatárolódok. S sose láttunk semmit, de Karissa ezért meghívja őt és Mágent egy két hét múlva hozzájuk tartandók és elit bulikába, ahol majd ott lesz a mindenki krémje. A számítógépes a verni ezt. A, ezt. ott lesznek a kocka havarok is. Tehát, tehát, ez valami novotrédes buli lehet egyébként. Nem tudjuk, hogy mit csinálnak. Hát, oké, de hát a szoftverfejlesztés akkoriban úgy tudom, leginkább a Novotrade-nél ment. <laughs> De azért szeretném javasolni, hogyha jövőben az informatikus ismerőseiteket számítógépesnek kezdjétek el hívni. Aztán Gábor Gábor még ostromozza a Julit egy kicsit, és ugye meg tudjuk, hogy hát rugó, uh, Juli azért 60 rugóval tartozik Gábor Gábornak, már már csak 51-jel. Egyébként ilyen gyorsan tör lesz, nem? Tehát azért jól jó megy ott neki a bolt. És, és erről beszéltünk már korábban, főleg amikor ugye feltűnt Gábor Gábor, hogy akkor azért az egy. Kvázi finom flörtölés volt, de most azért ez így már nekem, tehát most már azért... Ne, csúnyán nyom most volt, már nagyon csúnyán jó, csúnyán. jó, köszönöm, igen. Volt. Tehát, hogy az a kezdeti udvarias... Hát mondja, hogy szívesen fotózgatná, meg csókolgat, hogy dobálgatja be az újabb meg újabb ostromló módszereket. Hát azt a Clarissának mondta, a, a Julit meg csak é, szimplán é, é. vinné mindenhova. De hát az összes jelentkező nem érdekli. De Kicsit, mint a hol ide, szóval... Clarice is, meg Szívem királynőjének is. Viszont most, hölgyeim és uraim, elérkeztünk egy ikonikus jelenethez. Az egyik legtöbbet látott YouTube jelenet. Az a bizonyos YouTube, Cube, minden jelenet, az a leesés, és aki keresné, annak segítek, mert most él egy kicsit, Bence, a 12. részben találhatjátok meg 16 perc 45 másodpercnél az című legfontosabb jelenetet. De én úgy emlékszem, hogy amikor megindult ez a szomszédok reneszáns az elmúlt években, akkor ez volt az első ilyen egyik, amit így, így, felkapott az internet népe, és így előkotorta a régmúltból. És... Mi most hiánypótlók vagyunk, mert én annak ide, amikor Ádámmal beszélgettünk erről a jelenetről, akkor ne, sehol nem írták. Tehát mindenhol ott volt, de sehol nem írták, hogy, hogy melyik részben is hagyja perc ezért mondom, most mi még egyszer, tehát 12. rész, 16 perc, 45 másodperc, szívesen. Megérkeztünk a zuhanáshoz. Nagyon látszik, hogy egy bábú esik le ember helyett, és az az alávágott. á! Azért az. az... Igen, a, a, a kép és a hang minden borzasztóan volt megoldva ebből a nagy drámai zuhanásból, ami alá te, te, Persze megkaptuk a szomszédok drámai zenéjét is. Tehát tudtuk, hogy ge, balhé lesz, és végig az a durva vagy a csávó azért jó néhány emeletet zuhat, mármint a bábú, és mégis csak egy nyílt láptörés lesz belőle van az a híres Wilhelm Sikoly, amit mindenféle filmek zuhanásai felhasználnak, de itt a Horváth Ádám az egyetlen és utánozhatatlan saját Wilhelm Sikolyát. Ez ezzel az elnyújtott el. Mai napig végignézni. Ők nem tudták, vagy nem nyilván nem tudták, hogy mémet fognak gyártani majd egy húsz év múlva. De azt se gondolhatták, hogy ebből egy óriási drámát gyártanak, mert ezt csak kellett látni a kamera mögött, meg a vágásnál. Ezt a hat éves gyerekek izé, játék a közben, hogy Jaj, a baba leesik a baba ház tetejéről, tehát ez, maximum ott fér el, de szalagon nem. Menjünk a történetben tovább, megjelenik ugye ismét Karakas Ági, vagy Ágika, akit Földesi Judit alakít, és ugye vele már találkoztunk. Ugye ő volt az, aki először öngyilkos akart lenni az ötödik részben, aztán utána akikhez kihívják kamuból a mentőt, miszen itt a nagypapa rosszul van, ez a nyolcadik részben volt, és most ismételten itt van, gyakorlatilag Mágent üldözi. Mágenhely Mádám látja, hogy ahol ez a nő, ott van, ott baj van. Ott baj lesz, és ott bal, balhé is lesz. És aztán majd lesz. És is még késő. milyen lesz. És még milyen lesz, de először most Béla bácsi végre elnézést kért Jutkától azért a, a, a nem túl udvarias viselkedésért, amit ez. Viszont van egy sokkal szebb rész is, hogy miután ez a, ez a bocsánatkérés megtörténik, megjelenik Jutka édesapja. Mondjuk az egy rége, régóta várt közeledés jön itt be. Én egyébként nézőként nem feltétlenül vártam. Tehát nekem a szőlősi doktor annyi, olyan szinten unszimpatikus, hogy ez valami hihetetlen. Ugye, ahogy az előző részben beszéltük, hogy ezt a maffia vezér vonalat lenyomja ugye Jankával szemben, de lényegében elkezdi fölvenni újra a kapcsolatot. Tehát ő most úgy gondolta, hogy pénzzel megoldotta az első felét, na most akkor a második felét, akkor Hát most már oda kell menni, aztán nyelni kell egyet, hogy hát lányom, itt vagyok, viszont szintén én nagyon guztustalannak érzem, hogy mikor Béla bácsi mondja, hogy igen, ez milyen jó pedagógus, jutka, mert milyen jó ember, mert... Igen, nagyon büszkék vagyunk rá, persze, lesz a tojtod azért. Jó, de most mondja ezt egy idegennek értett, tehát most mit mondott volna? Nem, de legalább ne adja elő magát, ne ő legyen a hónapapja, hirtelen Béla bácsi szemébe. Szóval nekem ez egy borzasztóan visszatetsző jelenet volt, de bennem ez alapvetően azért van, mert ez a szőlősi doktor karakter, ez nálam nagy, nagyon negatívba visz mindent. Mondhatnám azt, hogy egy nagy, nagy egyesítésnek az eleje, de igazából valójában én a képmutatás magas fokát látom benne. Ez furcsa, mert itt, hogy te ezt mondod, és hogy Ádám is, itt Ádámban is felmerült az, hogy vajon saját maga mit csinálja vagy a felesége miatt, de én nem tudom, én, akkor lehet, hogy én vagyok a hülye. Nem kell bólogatni. De ez nem kérdés. Folytassuk. Igen? Igen. tehát lehet, hogy én vagyok hülye, de biztos, de ettől függetlenül én, 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 inkább sokkal inkább azt látom, hogy, hogy a csávó nem más miatt, hanem ő tényleg megenyhült. Tehát amikor ez az unoka kérdése, őt szembesítették két résszel ezelőtt, hogy, hogy akkor egy paraszt vagy, hogy elképesztő, és hogy az unokádról mindenről lemaradsz, hogy ez az ember, aki ilyen kemény, meg fú, meg nem tudom, tehát hogy ti nem hisztek abban, hogy egy karakter változáson esett vagy hirtelen valamit másképp lát és hogy tényleg azt látja, hogy van neki egy szemlánya, és gyakorlatilag egy baromság miatt nem szól hozzá. Én is inkább azt érzékeltem, hogy, hogy, hogy az írók szerint igen, elég negatív figura, de azért mégiscsak helyén van a szíve, mégiscsak az apja, és vannak jó élményeik is, mielőtt kitagadta őket, úgymond, és hogyha kell, akkor csak megszólal benne a lelki és segít rajta. Benne biztos van egy másfajta hozzáállást, tudod, ez a, ahogy a kutyákat is tanítják, hogy ott, ahol megrugdosnak, oda nem ennyi visszaszolgálni. Szóval... Oké, okay. ez ki fog derülni majd a történet későbbi folyamán, hogy mennyire lesz igazi ez a bizonyos összeborulás, mert ugye, hogy elvileg a meghívás is elfogadja a papa, hogy elmennek majd, felmegy majd ugye a panellakásba, és majd ottan jutka fog főzni, és eszikézni fognak kiderül majd, hogy fekete vagy fehér karakter, mert itt az a jellemző a sorozatra, hogy vannak ilyen egyértelműen jók, meg egyértelműen rosszak. Hívja a Jutkát, akkor hogy menjem föl hozzájuk kajálni, és Jutka mondja, hogy hát most otthon kell lennie, mert a Ferit behívták, és várja a hívását. Tök vicces, hogy nem is a saját telefonján hívja, tehát végig is nem is sikerül ez a hívás, de ezt most engedjük el. De bocsánat, ebbe benne van, ugyan, tehát ebbe benne van az is, hogy és itt a Jutka is azt mondja, hogy igen, de a férjem az fontos, tehát most nem az, hogy na, megjöttél apa, és én most akkor a nyakadba borulok, és mindent elrúgok, tehát hogy nem. Na jó, de és erre, erre apa úgy reagált, hogy akkor menj a francba, nem, hanem akkor azt mondta, hogy jó, rendben van, megpuszílt a homlokán, tehát hogy nekem nem úgy tűnt, hogy mint aki, Hisztizett volna. É, hisztit, hisztit én sem érzek benne. Na mindegy. Karakas visszatér, és most ezúttal nem baleset helyszínén, hanem bevárja Ádámot a mentőállomás előtt, igazi stalker üzemmódba <laughs> <laughs> Magenheim doktor kiérkezik évikével, látni is Ágnesen hogy a rossz halló pillantást, hogy egy, egy nő oldalán lép ki az amúgy is házas Magenheim úr, de azért csak összenéznek, csak oda megy hozzá, de nem, és tovább is libbennek egy fagylaltra, mert itt a sorozatban szigorúan fagylalt szoktak menni, és nem fagyizni. Bocsás, meg, itt me me szeretném megemlíteni, hogy beülnek a muskáti cukrászdába. Ki szponzor is, jó szponzor. <laughs> szóval azért gyakorlatilag, hogy megköszönje neki, úgy berül, ugye realizálta, hogy annak idén megmentette az életét, és hát meg tudjuk, hogy Ágnesünk egy építész hallgató, és volt azon a zuhanásnál, és hát azért itt azért egy erőteljes flirt befigyel most már azért Ádám is azért úgy tűnik, hogy ebből a házasságból kikikacsingat, mert hogy hát mondják ugye egymásnak, hogy hát tetsz te is tetsző, én is tetszők neköd, hát tetszünk egymásnak, de nem kéne. Ágnesünk nem bénázik, hanem akkor búcsúznak a kokokét a lesmárolja mágen, tehát. Na jó, de azért itt az lejön belőle, hogy azért az Ádámban van annyi tartás, hogy ő oké, okay, itt van, izé, csinos fiatal csaj, de hát nem. Igen, de azért amikor lesmárolta, akkor azért vigyorgott utána mint a vadalma meg úgy kicsit kérette is magát, így mondta, hogy én... én amúgy nős vagyok, apuka is, és még a jövedelmem is kicsi van erre is. Nős vagyok, ezért kétszer kérje meg légy De Ez egy lepattintó szöveg. Hát nem jött be. Hát nem jött be, mert ott, érted, a stalker az persze az rá fog mászni, de ettől még szerintem full lepattintó szöveg. De ebből volt. is érződik egyfajta sárm, hogy megközelíthetetlenség. Hát most ide is kéne közénk egy nő, hogy ő is meg mondja a véleményét erről, de, de, ez is egy működő technika lehet. Ádám hát érzi. Ugye Julcsi Etusnál vacsizik, és elkészült egy frissen készült kerámia, egy remek mű, amit Julcsi ügyesen le is ver azzal lendülettel, és megint ta Tatta, -ta, ta -ta, és szerintem ez Etus szignálja mostantól, tehát úgy látszik, hogy Etusnak kijut, mert az előző részben is ő kapta, most is ő kapta. De itt, az egésznek nem is ez a lényeg, ez a fránya kerámia, hanem az, hogy Júlcsi elsírja magát, és hát elpanaszolja, hogy hát otthon minden szar. Idegesek veszekednek, angolul beszélnek, hogy ő ne értse, tehát ez a gyérgörcs. És hát, hogy ami a legfontosabb, és amiről ugye sokan beszélt, sokszor beszéltünk itt, hogy most Ádám sem olyan cuki vele, mint szokott lenni, mert ugye, ahogy ő mondja, már a fákat, ugye azokat a bizonyos egyeseket az ellenőrzőbe se szívesen írja alá, meg szó nélkül. Tehát, hogy itt azért a, ez az egész balhé, ami kozmetikus kell. Apa-lánya kapcsolatra is kihatással van. Hát, ahol egy feszült hangulat van egy családban, azt megérzi a gyerek. Nincsen olyan, hogy nem legfeljebb bejátsz azt, hogy nem, de olyan nincs, hogy egy gyerek nem érzi meg azt, hisz, hogy a szülei között gázban. Ő nagyon szavakba is öntötte itt, tehát az, amikor tényleg ő, ő, nyilván rájön arra, mert nem hülye, hogy azért beszélnek angolul, hogy ő ne értsen, tehát hogy itt ez, ez nagyon súlyos dolgok szerintem egy gyereknek. Na ezt akartam, ez egy ilyen sajátos véletlen életvezetési tanács, hogy kedves szülők, hogyha veszekedtek a gyerek előtt, akkor azt tegyétek angolul, hogy ne értse. Ez a... Ja, hogy itt a propaganda most működött egyfajta család Búvópatakos. Kivéve, hogyha a YouTube korával 9 éves gyereket tökéletesen beszél angolul. És itt ugye azért egy érdekes dolog, hogy Etus azért először eléggé ö, hát felpaprikázódik, hogy leverte azt a kerámiát, de amikor ugye Julcsi elsírja magát, és ugye elpanaszolja, akkor a tyúkanyó rögtön megenyhül, és, és le van szarva az a hülye kerámia. Vacsizzunk. Oké, okay, szoktatok itt játszani, hogy a tyúkanyó meg kicsit itt kiparodzál, de igazából, mint nagymama szerep, körben, tök jól otthon van az etus. Tehát, tényleg úgy... egy jó fej nagy mama. Oké, okay, nyilván túlzás, hogy ennyire szuperszónikus, hogy tényleg egy, egy is így vesz meg, ez már, ez már, egy vicc. De, de a családjával szemben szerintem tök jó fej és tök korrekt. És főleg azért is, mert ha megnézed, most is jelen pillanatban sokkal jobban, jobb viszonyt ápol a vejével, az ugye neki elvileg az az Ádám, mert ugye tehát sokkal jobb viszonyt ápol a vejével, mint a saját lányával. Tehát, hogy ennyire realista, igenis hülye vagy lányom, a férjed meg nem az. Ezt mindesetre feljegyeztem itt a 12. fejezetnél, hogy semmi baj a detussal, és majd kíváncsi leszek, hogy vajon a hanyadik fejezetnél jelentett ki, hogy, hogy hát most már nagyon ki vagy ez a bizonyos dolgai Hát, ha még eljött ilyen. Ezt a tyúkanyóságot, aminek ugye hívja a azt tök jó hozza. És bizony, bizony vannak olyanok, amikor megérzi azokat a pontokat, és itt bele kell lépni a dologba, Rendet rakni, mert különben nem jó felé haladnak a dolgok. Nem is feltétlenül azért próbálja ő egyébként majd a későbbiekben itt a Juli meg az Ádám házasságát is terelgetni, hogy majd akkor az a lányának jó lesz, fel, hanem az unokája miatt. Ádámnak van egy érdekes gondolata, mert hogy ő itt kedves hallgatók, néha velünk van szóban, és ő, egyébként ez tök... Néha. Etusnak ugye a család, az néha. nem a vér, hanem sokkal inkább azt jelenti, akik közel állnak hozzá és ez, ugye ez, egy tényleg jó, Ádámnak ritkán vannak jó meglátásai, de ezt speciál, mondjuk ezt így aláírjuk. <laughs> Bemerek szól neki, mert nem tud visszaszólni, érted? Ha <laughs> Amúgy most tudom, mit mondani erre, de nem mondja, úgyhogy nem mondani. Egy, egy számomra ikonikus jelenet jön, nem tudom, hogy másnak is az-e. De ugye itt az egész arról szól, hogy ugye Alma ugye eteti a népet a, a, ugye a karcsibácsinál, ahol ugye beszervezte ezt a... Tehát, abszolút időben rendben vagyunk, eltelt a két hét, itt vagyunk. és ugye a német vendégnek hideg a gulyás. Itt van egy hiba, mert amikor a Alma bemegy, akkor azt mondja, hogy Kar Karcsi bácsinak, hogy halászleve hideg, de hát a németülő gulás mondta, tehát a gulyás hideg. Neki gulás. Hát, mert a németnek fogalma sincs, hogy most mit teszik, halászlé gulyája. Is -e gulás. És ugye Deziré egymaga vedel az asztalnál, és itt az alma ugye kicsit elmegy levegőzni, és deziré utána megy, és itt nekem jön egy ikonikus jelenet, úgyhogy ha valakit érdekel ezt a 12. résznél, 27 perc 50 másodpercnél megnézheti. Igen, egy egy, 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 kellemetlen jelenet jön, de nekem akkor is ikonikus, mert hogy deziré ugye elég félrészegen oda megy Almához, és hát elég a berpobálkozik, hogy fogdossa, hogy mindenki ez van egy jó szavad, mindenki mindent elintézel, rajta meg átlépsz, hagyd ezt a sok nácit, és foglalkozz végre szegény dezirével Ez gáz. És erre nekem jön Almának egy nagyon jó reakciója, és itt megint csak a fehér annál meg kell, és szerintem tök jól adta. Ez az először is nem a te szolgálatra vagyok kirendelve, azon kívül én is német vagyok, ha nem tudnád úgy, hogy nekem ne náciz belőlük élsz. És nekem ez a rész az, annyira jól kiáll saját magáért. Nekem tetszik, Ádámnak nem tetszik, mert szerinte agresszív, szerintem nagyon jó rész, mert hogy almának megismerjük egy olyan oldalát, hogy, hogy igenis kitudálni magáért, mert eddig tényleg mindig azt láttuk, hogy így, így jobbra megy, balra megy, egyik fiú, másik fiú, kicsit tingli-tangli, de hogy van ez a határ, amit amit, amit, amit ő most itt nem lehet túllépni. Ugye Deziré, ugye tudjuk, Kovács István alakítja, és hát ugye azt a kedves hallgatóknak tudnia kell, hogy ezt a részt, mi ugye május 7-én veszük fel, és ugye ma van Kovács Istvánnak a 80. születésnapja, és Ádámmal itt beszéltük, illetve ezt így közösen, hogy tényleg hihetetlen, hogy mennyire nem néz ki 80 évesnek, és hogy leszámítva az, hogy Deziré szerepe egy rendkívül visszataszító szerep szerintem, tehát ez a karakter borzalmas, de maga Kovács István, mint színész, a hangja, a kisugázása egyszerűen fantasztikus, és innen is sok boldog születésnapot kívánunk neki, és még sok ilyet. És van fantasztikus, nek, hogy 80 évesen ennyire így néz ki, de ez a szerep szerintem borzalmas. Ádámnak, mint megtudtuk, egyébként szimpatikus, deziré karaktere, ez sokat elárul róla. Igen, pláne, hogy épp, éppen egy erőszak kísérletről beszélt itt a Gia az előbb vele kapcsolatban. Pont a legjobbkor jelentett. Szóval most egy, igen, egy, egy, egy olyan, erőszakos is agresszív volt, és Laci ugye közbelép, és hát békésen elzavarja Dezirét, hogy hát hagyja békén kötét, mert hát nem szeretné megütni. Nekem ez egy ikonikus jelenet, azért, mert nekem nagyon tetszik, hogy az alma kiáll saját magáért is kiáll, és, és maga, ahogy eljátsz a szerepet, nekem ez, tetszik, lehet, hogy van a hiba, bocs. És szerintem Lacinak ezért a belépőjér volt többször is bemutatva a korábbiakban, hogy ő bizony boxoló. A Laci az egy higgadt gyerek, normális, tiszta fejű, mert egyébként, hogyha az kellett volna, akkor simán beleveri a földbe, földbe a dezirét, de lerendezte a vörös lovag. Itt a Laci karakterének is volt egy ilyen fölvezetése, ugyanúgy, hogy a Desiré karakterének egy kvázi végleges betiprása. Tehát, hogy ez, ezek itt mind, mind, megtörténtek ebbe a másfél-két percben. most a Laci fanok örülhettek -e ennél a jelenetnél. Laci vagy Deziré! Laci vagy Deziré! Deziré vagy Laci! És aztán ugye rögtön ennek uh, folytatásaként Alma mit mesél el otthon Takiéknak? Közli, hogy kilép a Deziré bizniszből. Hát nem is csodálom, hogy ilyen borszagúan, agresszívan, erőszakoskodóan, akaratosan magához akarta édesgetni. Hát persze most mit dolgozzon ezután neki. Hát meg reálisan látja, mert azt feltételezi, ugye, hogy, hogy inkább kilépett, miőtt kirúgna, mert hogy azt feltételezi, hogy úgy is ki fogja rakni, miután nem hagyta magát. Hát meg most azért egy, egy ilyen toxikus munkahelyen szívesen mész be, szóval... Maradtak volna az egészséges kollegiális viszonynál, de hát Dezirének több kellett sajnos. Itt, itt már rég nem volt szó egészséges kollegiális viszony. Úgyhogy... És rá, rá, ráadásul ugye kicsit visszautalunk, akkor ott az ő kollégái is, tehát a, a, többiek, meg ugye azért fújt a kalmára, mert hogy ő azért ott szüregette a levet, a de, a dezirébe, tehát hogy igazából elfogyott körülötte a levegő is, ahol ilyen a főnököt nem akarsz te dolgozni. És a levegő elfogyást az borszakba és borbánatba folytotta a mi dezirénk. Úgy kerekte szerkezettel zárul a rész, trabant pöfékeléssel kezdtünk, és van pöfékelés ezzel. Zavjuk. Egy újabbkor reggel, egy a félháznak újabb felverése, szegény Takibának is ki miért le kell mennie segíteni, betolni. Csak ezúttal ugye nem Mágemnek, hanem mindannyiunk kedvenc Juliának nem indul a Trabi. Amit reméljük nem itt vezet <laughs> ki vezet. Vajon kiózanodott azóta, bár nem tudom mennyit, mennyit küldtek a hallgatók azóta, úgyhogy Taki betolja a Trabit, és hogy a Trabi ezzel vígan gurul tova, és ezzel ér véget ez a rész. Úgyhogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy Takinak a ez egy... A Trabi egy... kereket csak körbeforog, körbeforog. Ez egy mindennapi rutin már szegény Takinál, hogy most már szerszámos láda nélkül megyünk be megtolni a Verdát. Milyen jó fizé formában van az öreg. Oké, hogy a Trabant nem egy nehéz autó, de azért tök jó megtolja. Pikpak. Mostanában jártam arra felé, úgyhogy sikeresen be is konyarodtam. Van annak az utcának az egy lejtése, úgyhogy annyira nem kellett megerőltesse magát. Meg egyébként nem is pöfögött a Trabi, tehát amikor most elmentek, mert a Mágennél beindult a Trabi. Úgyhogy nem mindegy, hát ez semmi gond, ez ilyen bio, bio cégé, Trabant volt, lábhajtásos, frédésben is kiadás, úgyhogy... Júli mert inni. Mert hogy a Trabi elgurult, mi is guruljunk el. Nem vagyok én annyira dagadt. És Ádám, te is írd be! Minden is köszönöm, Attila. Ádám tagadásban, Ádám nem kövér, Attila nem dagadt. A Bence meg én dagadtak vagyunk, úgyhogy mi, mi a kövérek, akkor lezáratjuk ezt a műsort, igaz Bence? Kozma Jocóval. Igazságot Kozma Jocónak, Melon Attilának és Horváth Ádám Tamásnak, de főleg Kozma Jocóért tüntetünk, viszont most Melon Attila, Gelérfi Bence és minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek, a tök, legyen veletek. hogy a hibő üzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok. Sziasztok. Nem volt elég az ideutazásból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.